Kivizsgálták a Regensburgi Dóm kórusiskolájában elkövetett visszaéléseket. Interjú Svédország újonnan kinevezett bíborosával. Tepeyák címmel animációs film készül a guadalupei szűzről, itt a római riportokban. Az úrangyala ima során a pápa aggodalmát fejezte ki a jeruzsálemi zavargások miatt, amelyek következtében már jó páran életüket vesztették. A rendzavarások a muszlimoknak és a zsidóknak egyaránt szent mecsetek terére vezető utaknál az izraeli biztonsági hatóságok által felállított detektoros kapuk miatt törtek ki. Seguo con trepidazione le gravi tensioni e le violenze di questi giorni a Gerusalemme. Sento il bisogno di esprimere un accorato appello alla moderazione e al dialogo. Vi invito ad unirvi a me nella preghiera affinché il Signore ispiri a tutti i propositi di riconciliazione e di pace. A pápa kiemelte, hogy a világban a jó és a rossz egymás mellett növekszik, és csak Isten képes a rosszat megállítani. Ferenc pápa arra is kitért, hogy a jót és a rosszat nem lehet csupán egyes embereknek vagy egyes országoknak tulajdonítani. Signore, che la sapienza incarnata oggi ci aiuta a comprendere che il bene e il male non si possono identificare con territori definiti o determinati gruppi umani. Questi sono i buoni, questi sono i cattivi. Egli ci dice che la linea di confine tra il bene e il male passa nel cuore di ogni persona, passa nel cuore di ognuno di noi. Cioè, siamo tutti peccatori. A me viene la voglia di chiedervi, chi non è peccatore alzi la mano. Nessuno. Ferenc pápa befejezésül arra kérte a híveket, hogy ne csak a rosszat keressék a környezetükben, hanem a jót és a szépet is. A Regensburgi Székesegyház gyermekkórusa a világ egyik leghíresebb kórusa. A kórust 1964 és 1994 között 16. Benedek pápa testvére, Georg Ratzinger vezette. A kórus tagjai azonban 1953 és 1992 között megjárták a poklok poklát. 547 gyermek szenvedett el erőszakot, beleértve a verést és inzultust, 67-en pedig szexuális zaklatást. A 49 elkövetőt többnyire beazonosították ugyan, de nagy részük már elhunyt. Az első ilyen jellegű feljelentések 2010-ben érkeztek a kórus volt tanárai és papjai ellen. Az akkori püspök Gerhard Müller elindított egy belső vizsgálatot, de az első vizsgálati eredményeket csak 2016-ban hozták nyilvánosságra. Ulrich Weber ügyvéd az összes vádat dokumentálta, és elmondása szerint a volt karnagy, Georg Ratzinger nem volt ezeknek a visszaéléseknek a tudatában, de tudhatott a kemény fegyelemről, és nem tett ellene semmit. Az áldozatok számára talán már az is igaz, hogy egyáltalán nyíltan lehet erről a dologról beszélni. A Szent Péter Bazilika a római katolikus egyház szíve, és itt nyugszik Péter apostol. Kevesen tudják, hogy egy csoport felelős a bazilika irányításáért és megóvásáért. Ezt hívják Szent Péter műhelynek, Komásztri bíboros, a templom főpapja a vezetője. Második János Pál pápa halála előtt 3 hónappal felkért, hogy dolgozzam a bazilikáért.
Azt mondta, ez az ön feladata. Szóra kell bírnia ezeket a köveket. A köveket, amelyek a bazilikát alkotják, így tanulja a hely történetének. Ráadásul emlékeztetniük kell, hogy csak egyetlen kőszikla létezik, akit Simonnak hívtak, akit Jézus Péternek nevezett el, és azt mondta, erre a sziklára építem egyházamat. A Szent Péter műhely története visszanyúlik egészen a bazilika felszenteléséig. A Szent Péter műhely az új bazilika 1506-os építésével egyidős. Mindig azzal foglalkozunk, amire a templomnak szüksége van. Az utóbbi 10 évben például elkezdtük felújítani az épület külsejét. 30 ezer négyzetmétert újítottunk fel, mert a bazilika külseje már 500 éves volt. Annak, hogy a bizottság nagy figyelmet fordít a bazilika eredeti állapotának megőrzésére, mélyebb értelme is van. Jó érzés arra gondolni, hogy a bazilika tisztántartása és megújítása nagyon hasonlít az egyház küldetésére. Az egyházat is újra meg újra meg kell tisztítani, hogy segítsünk újra felfedezni azt az arcát, amelyet Jézus az egyháznak gondolt. Az egyháznak minden nap szépnek kell lennie, hogy betölthesse azt a feladatát, amelyet Jézus bízott rá. A Szent Péter Bazilika a katolikus hit sarokköve, amely évszázadok során épült és formálódott. A műhely tagjai mégis alázatosan végzik munkájukat a színfalak mögött. Josephine Bounassar, libanoni nővér, több mint 15 évig volt menekült, míg hazájában polgárháború dúlt. A szerzetes nő a Besançoni Szeretett Nővérei kongregációjának a tagja. Szíriában a háború egy olyan régióban zajlott, amely teljesen keresztény volt, mielőtt elfoglalták a különféle felekezetek dzsihadista katonái. Ezután a keresztények egyik napról a másikra felhagytak félelmükben a templomba járással. Arra éreztem indíttatást, hogy a mi asszonyunkat körbevigyem a házakban, hogy óvja a keresztényeket. Egy este ott hagytuk az egyik házban, és másnap mindenki odajött imádkozni. Voltak családok, akik azt mondták, hogy a nappali közepébe tettük a szűzanya képét, és egész éjjel előtte imádkoztunk, vele együtt aludtunk. A szerzetes nő kezdeményezésére a szűzanya képe naponta 25-30 otthonba is eljutott. Ez az egyszerű szokás sok vigaszt és reményt adott a Daraa régió lakóinak, ott, ahol az első harcok kitörtek, és ahol az első atrocitások is voltak. Voltak, akik azt mondták, soha se imádkoztam korábban a rózsafűzért. De most, hogy elkezdtem, hiszem, hogy Mária megerősít, bátorságot és reményt fog adni mindannak ellenére, amiket átéltünk. Nagyon megható volt hallgatni őket, ahogy Máriához imádkozva egyé váltak az imában. A szerzetesnő azóta visszatért Libanonba, de amikor Szíria legnehezebb háborús napjait élte, ő is ott volt a helyszínen, a harcok kitörésétől egészen a radikális csoportok érkezéséig. A háború nagyon nehéz a keresztényeknek, mert nem akarnak ölni. Van hitünk, és Krisztus nem azt akarja, hogy öljünk és fegyvert fogjunk. Nagyon kétségbe voltak esve, és állandóan kérdezték, hogy menjek én keresztényként a harcmezőre gyilkolni. Ez volt a legnagyobb félelmük. A szerzetes nő elmondása szerint az ima és állandó lelki kísértés segített sokaknak, hogy megnyugodjék a szívük. A nővér meggyőződése az, hogy a szűzanya képét a szíriai keresztények továbbra is házról házra körbeviszik, erőt merítenek a jelenlétéből, és békére lelnek. Svédország történelme nem is olyan békés, főként, ha annak a vallási oldalát vesszük szemügyre. A protestáns reformáció után az országban élő katolikusokra halálbüntetés várt. Az ország 2000-ben hivatalosan is vallásnak ismerte el a katolicizmust, és 2016-ban Ferenc pápát is vendégül látta. 400 évvel ezelőtt akár halállal is büntethették a katolikusokat.
de azóta nagyon sok minden megváltozott. A katolikus egyházat egyházként ismerte el az állam 2000-ben, és pont olyan jogaink vannak, mint protestáns testvéreinknek. Jelenleg 117 ezer bejelentett katolikus van az országban, melynek összlakossága 10 millió, és alkotmányában teljesen szekuláris. A svéd bíboros szerint azonban a katolikusok száma évről évre növekszik a bevándorlóknak hála. Az újabb generációk jó értelemben nagyon átalakíthatják az egyház arculatát. A svéd katolikusok kisebbséget képeznek a saját egyházukban. De a bevándorlók második generációja már teljesen svéddé vált, és ennél fogva elmondható, hogy a katolikus egyház egyre inkább része a svéd társadalomnak. Új templomokat kell építenünk, mert a katolikusok száma növekszik. Ez pedig nagyon reményteli esemény Svédországban, amely nagyon világi lett az elmúlt évtizedekben. Természetesen vannak, akikben alább hagy a vallásosság, vagy elhagyják az egyházat. De ennek ellenére is növekszik a katolikus közösség, és ez ma elég ritka egész Európában. Amikor a pápa Svédországba ment, és amikor a bíboros is részt vett a konzisztóriumon, az eseményeken sok svéd luteránus vezető képviseltette magát, ezzel is kifejezve, hogy egynek tekintik őt maguk között. Ez az új bíborosi kinevezés sok reményt ad a katolikusoknak. Svédországban, ahol a svéd evangélikus egyház a legnagyobb, ez egy nagyon fontos tény. De hozzá kell tennem azt a pozitív tényt is, hogy a Svédországban jelenlévő összes felekezet nagyon buzgón együtt dolgozik az egyház nemzeti tanácsában. Tudjuk, hogy évszázados üldöztetések vannak mögöttünk, és sok katolikus van, aki még mindig másodrendű polgárnak érzi magát. Nem érzik magukat elfogadva. De lassanként egyre fontosabb része vagyunk a többségi társadalomnak. És az én kinevezésem is bátoríthat sokakat, hogy tényleg ezen az úton járunk. Hogy mit hoz a jövő, nem lehet pontosan megjósolni, de Anders Arborelius bíborosi kinevezése történelmi pillanatként marad meg Svédország történetében. Az elmúlt 400 évben a Páli Szent Vince által 1617-ben alapított missziós kongregáció célja az volt, hogy két módon is jobbítsa a világot, amikor annak anyagi és lelki szegénységén próbált munkálkodni. A kongregáció általános előjárója szerint az idei jubileumi ünnepség nem lenne lehetséges, ha Páli Szent Vince örökségét nem lett volna, aki elvigye a világ összes tájára. Szent Vince és az ő karizmája sok ember által van jelen szerte a világon, akiket ma is megérint az ő útja, az ő lelkisége, és akik e szerint élnek. Akik élik ezt, azok képesek csak arra, hogy terjesszék olyan helyeken is, ahol eddig nem volt jelen, nem volt ismert. Páli Szent Vince missziós szolgálata két franciaországi kisfaluban kezdődött. Ma a Páli Szent Vince közösségnek, vagy a missziós kongregációnak több mint 225 ága van, akikhez 2 millió tag tartozik több mint 150 országban. Küldetésük a nevelés, a szociális munka, az egészségügy, a misszió és a lelki képzés. Ez azt jelenti, hogy az alapító karizmáját olyan sok helyen élik. Most a jubileumi évben, a kegyelem nagy évében az a vágyunk, hogy egyszerre mélyítsük el közösségünk tagjai közt a kapcsolatot, hogy ezáltal még jobban együtt tudjunk működni, és hatékonyabban tudjunk lenni. Mindenki meghívást kapott az elmélyedésre ebben a szent évben. A Vincés család kezdeményezése, hogy küzd a hajléktalanság ellen. Két zarándoklatot szerveznek a Vatikánba, egyik során a pápával is szeretnének találkozni, majd egy nagyobb zarándoklatot Franciaországba, hogy visszataláljanak az alapító gyökereihez.
hogy ezt a 400. jubileumi évfordulót megünnepelhessük, mint Páli Szent Vince nagy családja, ahhoz szükség volt annak a több ezer nőnek és férfinak az elköteleződésére, akik élték az alapító karizmáját. A mi hivatásunk, küldetésünk az, hogy a mai időkben éljük meg ugyanazt, és ezt a karizmát átadjuk a jövő nemzedékének. Az általános előjáró szerint az évforduló nem csak arra ad lehetőséget, hogy a múltra reflektáljanak, hanem lehetőség is arra, hogy a jövőbe tekinthessenek. Naponta több ezer ember dob be pénzérmét a Trevik útba, de vélhetően kevesen tudják, hogy a sok bedobott pénzérme a szükséget szenvedőket segíti. Ez az úgynevezett Cittadella de Santa Giacinta, egy pici kis város, amely a Caritashoz tartozik, és nincs messze Róma központjától. Ők az egyik szervezet, akik a Róma híres kútjából származó pénzt felhasználják. Itt van egy öreg otthon, egy közösségi ebédlő, egy fogorvosi rendelő és egy Emporio Caritas nevű bevásárlóközpont, ahol a szegények élelmiszert vásárolhatnak. A család segítő központok kétféle jegyet szoktak adni. Egyiket olyan családoknak, akiknél a feltétel a létszám és a kereset. Egy másikat, amely ott jön szóba, ahol 0-tól 2 éves korig kisgyerekek vannak, és ki vannak téve az alultápláltságnak. Ezek a jegyek 6 hónapra szólnak, és egy pontrendszer szerint vannak meghatározva. A családtagok számától és a bevételük összegétől függően kaphatnak pontokat havonta, amelyeket pénzre válthatnak. Az itt található termékek 35%-a egy EU alapból származik. A termékek többi része magáncégek adománya, vagy olyanoktól érkezik, akik egyszer maguk is rászorultak erre a segítségre. Vannak olyan tanúságtételeink, hogy miután egyesek nagyon sötét életszakaszon mentek keresztül, utána visszajöttek, hogy adományt adjanak. Vásárolnak dolgokat és nekünk adják, mondván, segítettetek rajtunk, amikor szükségben voltunk, és most, hogy nincs rá szükségem, én segítek nektek. Nagyon megható történetek ezek. Ezeknek az embereknek legtöbbször nagyon normális élete volt mindaddig, amíg el nem veszítették az állásukat. A projekt legizgalmasabb része, hogy hogyan lehet folyamatosan fenntartani. Ez csoda itt. A csoda mindig az adományokból származik. Mindössze 3 alkalmazott van itt, mindenki más önkéntes. Én is az vagyok, nem vagyok a Caritas alkalmazottja. Sok éven át dolgoztam, és mióta nyugdíjba mentem, azóta itt segítek. Igaz a régi mondás, hogy akinek a legkevesebb van, azok adják a legtöbbet. Paolo jó példája annak, hogyan lehet az időnket hasznossá tenni mások szolgálatában. Ani Jakov, Anohi Misfaha. Shalom lachem, ani Miriam. Rómában talán ez az egyetlen hely, ahol most óhéberül beszélnek. Ez a nyári kurzus a Szent Keresztpápa Egyetem kezdeményezése, amely évek óta latin, görög és óhéber kurzusokat szervez. A kurzus érdekessége, hogy kitaláltak egy módszert, hogy miként lehet holt nyelvet modern formában hatékonyan tanítani. Bien, este método de enseñanza, pues... Ezen tanítási módszer szerint nagyon sokat kell tanulni, mert minden napra sok feladatot adnak fel. Az órákon nagyon kell figyelni, és aktívnak is kell lenni, egyetlen persze sem lehet elkalandozni. De az eredmény is nagyon gyorsan meglátszik, gyorsan kezdjük megérteni a szöveget, és átlátjuk a mondatszerkezetet. Ha tudni akarjuk a jövőt, ismernünk kell a múltat. Az eredeti szövegek ismerete, amelyek a társadalmunk alapjai, azért lényegesek, mert megértjük, hogy kik vagyunk, merre tartunk, és milyen távlatok várnak ránk. Az egyetem célja az is, hogy megmutassa, hogy egy-egy holt nyelvet hogyan lehet élővé tenni. Thank you.
Tepeyák című film egy ambiciózus vállalkozás a guadalupei szűzanyáról, amiben 3D-s animáció segítségével mondják el a történetét. Elbűvölő szereplők életrekeltésével elmeséli, hogyan békítette meg Szűz Mária a harcban álló aztékokat és spanyolokat. Pero no lo entiendes, Homé. Ya no es necesario luchar. La guerra solo conduce a las ruinas. Tepeyac cuenta la historia de cómo la Morenita. A Tepeyac elmeséli, hogyan választotta Morenita közvetítőjének Juan Diego-t. Jó lehet, Juan Diego volt a kiválasztott. Ő mégsem egy tipikus hős alkat. Nincsen varázsereje, és nyilvánvalóan nem egy nagy harcos. Mégis, mint minden kiválasztott, számíthat a társaira a küldetésében, amin a mexikai nemzet születése és békéje múlik. A projektben részt vesz Enrique Navarrete rendező is, aki már több nagy vállalkozásban is közreműködött, mint például a DreamWorks Egyiptom hercegében, a Madagaszkárban és a Shrekben. Estoy muy, muy orgulloso. Nagyon büszke vagyok, hogy ennek a filmnek a rendezője lehetek, mivel hiszem, hogy ez egy kulcstörténet ahhoz, mit jelent mexikóinak lenni. És fontosak az alapelvek, amiket a guadalupei szűzanya közvetít nekünk, amiket tovább kell adnunk a gyermekeinknek. Hogyan mi meséljük el az 1531-ben a Tepeyac bombján történteket, úgy még senki sem tette. A Tepeyac egy nagyon nagy vállalkozás. Epikus, ami nagyon sok ember munkáját követeli meg, hogy a remény, hit és szeretet üzenete hatást gyakorolhasson az egész világra. Si existiera un dios del amor, estaría escrito en el cielo. Aquí está escrita su historia. No me hagas reír, cuau. A film büdzséje majdnem 6 millió dollár. Számos befektető és támogató csatlakozott már a projekthez, és nemzetközi porondra tervezik a filmet. Bár az előprodukciós munkálatok a tervezetnél gyorsabban haladnak, a cél, hogy a filmet 2018. decemberében bemutathassák. Ehhez befektetőkre van még szükség, hogy az egész világon látható legyen a mozikban. Következő adásunkban Ferenc pápa további nyári programjairól számolunk be itt a Római Riportokban.